Sok beszédnek, sok az alja. Jó, akkor... De inkább a tányér alját szeretném látni. Miután megettük. Úgyhogy... Sziasztok! Én Fogel Frigyes vagyok, független filmes, és ahogy korábban ígértem, mostantól kezdve a ti kérdéseiteket fogom föltenni itt Erdélyországban azoknak a barátaimnak, akikkel összehozott a sors nemrégen. Egészen pontosan így az első adásban Dr. Sinkó Lászlóval beszélgetek, aki a lovak szerelmese, a lovak nagy művésze, egyébként kaszkadőr is volt. Milyen az élet ma, Carlota szegény? Jó. Bővebben? Nagyon jó. Hogy látod a mai román értelmiséget? Hogy látom? Normálisak. A gond, hogy kevesen vannak. Vannak neked román barátaid? Vannak. Uh-huh. Érdekesen, érdekes módon több, mint a fele a barátaimnak, azon keveseknek uh-huh. román. Hogy miért van így, azt nem tudom, de ez így van. Mielőtt megkóstolnánk ezt a nagyon gusztusos csorbát, miután? Itt Kalotaszeg közelében, szeretném tolmácsolni Csóka László kérdését, amely így szól. Van igénye az embereknek ebben a világban egy igazi közösségi életre? Vagy elég nekik a modern élet? Hogyan lehet elindítani egy igazi közösséget szerinted, Laci? Kennedy azt kérdezte, ne azt kérdezd, mit tett a hazádért, hanem te mit tetsz a hazádért. Uh-huh. Ne az várd, hogy a többiek előjárjanak az ötlettel és meghívjanak oda, hanem indítsd el te. És rengeteg ember jön majd, és lesz közösségi élet. Igény van rá. Csak kevés a kezdeményező, aki ezt bemeri vállalni és elindítani. Ez a nagy gond. Amúgy igény nagyon nagyra. Hónap után hirtelen megjelenne az életedben egy nagyon mennyiségű pénzösszeg. Mi lenne az első dolog, amit tennél vele? Amit tennék vele? Uh-huh. Visszaadnám annak, aki elveszítette. És most, így 2021, hát télvíz idején, te hogy látod a aktuális magyar kormány és a mostani miniszterelnökünk Orbán Viktornak a munkáját innen Erdélyországból? Megpróbálja a lehetetlent. Mi segítünk neki. Ennyi. Tehát mi, szerintem mi leszünk az, akire mindig számíthat. Te hogyan állsz ehhez a pandémia sztorihoz, ami most történik velünk itt Kalotaszegen? Hát,
ha csak Kanadaszegen történt volna, uh-huh. azt már rég olvasoltuk volna. De sajnos ez ilyen világbetegség. Uh-huh. Nagy hatalmak egy újabb játéka uh-huh. az emberekkel. Türelem kérdés az egész. Ja. Tehát sok mindent elmondani róla. De minek? Ki kell várni? Ennyi. Ne, ez már sok lesz így, nem, ez így már nem oké. Istenem, mi lesz itt velem? Többet nem megyek haza Magyarországra. Szerepen. Ilyen szeretettel még sehol nem fogadta velem. De hogy nem. Igen? Hazamész. Haza? Hát én itthon vagyok, nem, Laci. Azt mondtad, visszamész. Vissza? Nem. Körülnéz, azt hazajössz. Kik a lovak? Én csak megköszönöm, hogy vannak. Nagyon sok ember életét jobbá teszik. Sőt, ha visszamegyek az időbe, az emberiséget tették jobbá. Mert nélkülük sehol nem vannak. Ja. Hogy látod a mai budapesti úgynevezett értelmiséget? Van olyan. Köszönöm. Hogy látod a mai erdélyi értelmiséget? Van olyan. Van olyan. Van olyan. Ja. Nem sokan, de hajrá nekik, pedig vagyunk. Amúgy ez Budapesten is igaz. Van olyan, sajnos kevés. Uh-huh. Könnyű magyarnak lenni ott, ahol a háttérben több millió magyar. Legyenek ott, ahol valamikor egyedül vagy. Na ott azért megnézni. Mi a véleményed arról, hogyha arról kérdeznek téged, hogy például meglátogatják a weboldaladat, és hogyha nem teszed ki a doktor elő tagot, vagy hogyha kiteszed, találkoztál már különbséggel, vagy ugyanaz tök be? Ez, mi a tapasztalatod erről? Szinte mindig. Szinte mindig mi? Változás. Változás. Milyen változás van, Laci? Mondjad nekünk. Általában kedvesebbek az emberek. Na. Meg eljön az érdek. Tehát ez, hogy ez akkor, meg... hogyha kiteszed a doktor előtagot, igen. Igen. Mert még mindig legtöbben a külső alapján ítélik meg az embert. Uh-huh. Hát nem biztos, hogy a külső alapján ráhangja a doktor. De amúgy meg ez ami legkevésbé érdekel. Okay. Ha lenne egy kívánságod, amit egy jó tündér megadna neked, mi lenne az? Még több lók.